Véget ért az idei napközistábor. Az utolsó napon látogattuk meg a gyerekeket a Bródy Imre gimnázium udvarában. Elérkeztünk a táborunk utolsó napjához, úgy gondolom, hogy egy tartalmas, színes, élménydús tábort tudhatunk a hátunk mögött. Én úgy gondolom, hogy bevált. 7-7 élmény. Az élményszerzés, a játékos formába bújtatott tanulás volt a célja az önkormányzatnak, amikor a szünidő kezdetén útjára indította 7-7-es nyári napközis táborát, amelyet augusztus 16-án zártak. Az idei tábor helyszíne a Bródy Imre gimnázium épület együttese volt, de állandó külső programokra is rendszeresen vitték a gyermekeket. Állatkertbe, Aquavörbe, Tarzan parkba, az Adiba, a Medveparkba fagyizni jártunk hetente. Élvezték, nem volt unalmas semmi program nekik. A Bródy udvarában is találtak elfoglaltságot maguknak a gyerekek. Játék, sport, néptánc, kézműves foglalkozás vég nélkül. Folyamatosan kézműveskedtek a gyerekek, agyagoztak, gipszet öntöttek, festettek, rajzoltak. Ezeknek a nyomai láthatóak, ahova kifüggesztettük a falra ezeket a képeket. Nagyon sok tárgyat, emléktárgyat, amit készítettek, hazavittek a gyermekek, úgyhogy a saját munkájukkal büszkélkedhetnek. A szünidő alatt mintegy 220 gyermek érkezett a nyári táborba, akikre összesen 32 pedagógus vigyázott. A tanárok szerint jól sikerült a tábor, de persze a lényeg az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Nagyon jó volt, és minden nap, mikor hazamentem, mindig elmondtam, hogy milyen jó volt. Kézműveskedtem, agyagoztam, rajzoltam is, meg játszottunk. A Hungaroring, amikor voltunk, meg hát minden tetszett nekem. Együtt játszottak kicsik és nagyok, még a nagy korkülönbség sem okozott gondot. Valóban nagy a korkülönbség, megtalálható itt az elsős kisgyermektől egészen a nyolcadikos gyermekig. Nem volt probléma, megtalálták a hangot egymással. És a jelek szerint a szülők is szívesen hozták csemetéiket a táborba. Nyugodtan mehettek dolgozni, hiszen tudták, a gyerekeik jó kezekben vannak, és még remek élményekkel is gazdagodhatnak. Egy picit igen elfáradtam így a végére, végigcsináltam ezt a 7 hetet, de úgy gondolom, hogy szép volt, jó volt, tartalmas volt. Jól működött ez a 7 hét, és úgy vélem, hogy jövőre is működnie kell, mert hogy szükség van rá. Egy ilyen táboroztatáshoz elkötelezett tanárok kellenek, akik azért elfáradtak a 7. hét végére. De egybehangzóan állítják, hogy megérte, és hogy szükség van egy ilyen nyári napközis táborra.